Hogy érezted magad ma délelőtt? Köszönöm szépen, dicsőség legyen az Úrnak. Nagyon jól érezzük magunkat, és köszönjük, hogy itt vagyunk. Korábban jártatok már ilyen konferencián? Én igen. És azokhoz képest ez milyen volt ez a délelőtt? Hát, megmondom az igazat, úgy, mikor mentünk a konferenciákra, akkor egyedül mentem, de most hál' Istennek itt vannak a családom is. Nagyon jól érezzünk, és különbség van most az elnök. Nagyon nagy kijelentés szólt, hogy meg kell, hogy térjünk, meg kell, hogy változunk, és valójában be kell, hogy töltekezünk Szent Szellemmel, és így tudunk valójában azokat az ajtókat kinyitni, ahova be tudunk menni Istennek a jelenlétjében. Nem volt túl erős ez az üzenet? Meg kell térni? Hát valójában már 30 éve benne vagyunk az Úrban, de valójában egy új kijelentés jött ez, hogy valójában meg kell, hogy térjünk, nem csak a fejünkbe kell, hogy megtérjünk, hanem a szívünkkel is meg kell, hogy térjünk valójában. Van egy vízió a cigány misszió előtt, hogy 325 ezer cigány fog újjászületni. Hihető ez a vízió? Hát a mi ember előtt lehetetlen, Istenné lehetséges, de valójában, hogyha a missziónak a látását visszük előre fel, hogy kis csoportok, házi csoportokat elkezdünk dolgozni, akkor én úgy gondolom, hogy nem. Balog István vagyok Rohodról. A pókháló az a vétek, amely ott van és szövi a póka hálóját, és hogyha leszedem a pókhálót, akkor lehet, hogy úgy tűnik, hogy tiszta a lakás. Ha azt mondom, hogy igen, én többet most már nem fogok hazudni, többet nem fogok lopni, többet nem fogok csalni, többet nem fogok italozni, többet nem fogok cigarettázni, többet nem fogok tenni dolgokat, jön az elhatározás, leseprem, és úgy tűnik, hogy minden jó, jön egy nagy alkalom, ahol elesek, mert imádkoznak értem, aztán hazamegyek, és újra ugyanaz történik, mint eddig. Mert a pók az nem lett megölve, csak a pókháló lett leseperve. Mert a pók még ott van, és holnap újra szövi az ő hálóját. És azért szükségünk van, hogy ne csak a pókhálót szedjük le az életünkbe, hanem megöljük a pókot. Szükségünk van arra, hogy a bűnt oda szegezzük a mi óemberünkkel együtt a keresztfára. Az óemberünk Krisztussal együtt meghalt. Az óemberünk Krisztussal együtt a keresztfán van, és mi pedig új életet élünk. Amen!